Támogatóink a BMW, a Kawasaki és a Yamaha. Az onboard kamerákat a MyActionCam biztosítja. A ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Média partnereink a Motorrevő magazin, a motorinfo.hu, valamint a Motorage magazin. Nagyon speckó motor mellett állunk, egy Dakarra épített KTM mellett, és itt van ugye a tulajdonosa is, Laller. És az első kérdésem, gyorsan beszéljünk egy picit a Dakarról. Ha jól tudom, akkor megvan az indulási jogod, de most 2016-os Dakarban mégse tudsz indulni. Hogyan történhetett mindez? Igen, ez úgy kezdődött a történet, hogy 16-ra leadtam a nevezésemet a Dakarra, és ebben az évben az én szerencsétlenségem, vagy szerencsémre, nem tudom, még ez majd kiderül, de Márkoma lett a sportbírók és a motorosok elbírálója, és 23 oldal portfóliót kért tőlem, mert le kellett írnom az összes tevékenységemet, a családi állapotomat, tehát mindenféle hajamszínét, szememszínét, mindent, és megállította Márkoma úr, hogy nincs elég tapasztalatom, hiába van kétszeres Európa bajnoki második helyzetem a terepvali világában. Ez neki kevés, nem volt meg a sivatagi tapasztalatom, és mondta, hogy előírt nekem 3 versenyt, amiből egyet teljesítenem kell. Amiből szerencsére meg is történt ez a Olibia Rally Marokkóban. Sikeresen célba értem, és így 17-re előirányozta, tehát megvan az előnevezésem a Dakarra. Hogyan tudsz készülni? Hát ugye itt nálunk viszonylag kevés hivataggal lehet találkozni, de úgy Európában összességében kevés hivataggal lehet találkozni. Hogyan tudsz edzeni ezekre? Hát nagyon speciális helyzet ez a sivatagi motorozás. Én nyáron voltunk kint először Marokkóban motorozni, és ugye a csapatfőnök megkérdezte tőlem, hogy félek a sivatagtól. Hát mondom, igen, félek, mert soha nem voltam, és hogy kérdeztem tőle, hogy mire lehet hasonlítani ezt a motorást. Hát azt mondom, semmihez. És ez saját adottam. Igen, ez így teljesen megnyugtató volt. Körülbelül olyan 40-50 percig próbáltam elindulni a homokba először, és amikor a sírás határán voltam, akkor azt mondták, hogy jó, akkor is hagyjuk abba, és nyugodjak le. És egy nagy gyűnyére kellett felmennem először, aztán ez sikeresen teljesítettem, és onnantól kezdve így megnyílt a világ, mint hogyha egy ilyen külföldi nyelvet beszélni, és utána hogy kinyílik a világ előtted. Hát Magyarországon nem tudok sajnos erre készülni. Itt, ahol most vagyunk, ez a terep, ez viszont alkalmas arra, hogy a mély homokos motorozást próbáljam elsajátítani. Ugye maga a Dakarnak ugye a 14 napos hosszúsága, mert ugye nem csak fizikailag, hanem mentálisan is nagyon megterhelő a pilóták számára. A mentálisan hogyan tudsz készülni? Kiköltözöl ide 2 hétre, vagy mit csinálsz? Hát csinálunk egy-két ilyen versenyszituációs gyakorlatot, amikor ugyan nem motorozás a fő dolog, hanem próbálom a testemet stresszelni olyan dologkal, hogy beülök egy terembe biciklizni 5 órán keresztül, magamhoz zárom az ajtót, semmilyen ingerszegény környezetbe, csak tekerek. Próbálok több olyan versenyen részt venni, elkezdtem mountain bike-ozni, 24 órás bicikli versenyen vettem részt, ami megint olyan dolog, hogy teljesen kattom módon csak arra kell koncentrálni. Akkor szoktam olyat csinálni, hogy reggel felkelek 3 órakor, elmegyek, felülök egy motoromra, lemegyek Balatonra, iszok egy kávét, hazajövök, elmegyek edzeni, utána leedzek, megcsinálom a napi munkámat, utána délután lemegyek edzeni, és délután végén, még este lemegyek Balatonra, iszok még egy kávét, és hazajövök. És akkor így azt mondom, hogy a Dakarnak egy része, 3 része egy napra megvan kilométerbe.
szeretném bizonyítani ezzel a dologgal, hogy ha van elég kitartásom, akkor a munkámat is meg tudom oldani. Ugye beszéltük, hogy ez egy 450-es KTM, de ugye ez nem az a 450-es KTM, amit ugye a boltba meg tudunk venni, ez egy speciálisan Dakarra épített KTM, és ha jól tudom, akkor ezzel a motorral már Dakaron versenyeztek. Igen, ez a motor, ez egy 450-es rallinak becézik őt. Tulajdonképpen úgy történik, hogy leadod a Dakarra a nevezést, és akkor utána megszerzed a jogot arra, egy érvényes Dakar nevezésre, hogy vehetsz egy ilyen motort. Tavaly a Emmanuel Egyenes román úriemberre megnyerte a maraton kategóriát, tehát a motor képes arra, hogy a Dakar bármelyik helyére befusson, csak nekem föl kell nőni ez a feladathoz még. És nagy vonalakban miben különbözik ez a motor egy normál KTM-től? Ugye beszéltük, hogy egy picit a lengővilla, teljesen más a váz, úgy itt jó van, nagyobb üzemanyag tank van. Igen, hát alapjaivében ő egy Adventures-nek egy továbbfejlesztett változat. Ez inkább a KTM Adventure-nek. Annak egy ilyen replikája tulajdonképpen. A legszembetűnőbb az a hatalmas nagy üzemanyag tartályok. Ugye ez a motor teljes mértékben a Dakarnak a szabályának megfelelő. Tehát 300 km-enként van üzemanyag felvételi lehetőségünk. Ezért van rajta elő 38 liter, hátul 5 liter benzin, aztán van rajta 5 literes víztartály, és ugye ami nagyon eltér az utcai motoroktól, meg bármelyik motortól, ez a műszercsoport itt elől. Itt melyik kütyű mit mutat, illetve mondtad, hogy egy egység még hiányzik, mert az csak is a Dakaron kapod meg. Igen, itt van egy hatalmas nagy monitor, minden tud a műszer, ezt ugye Dakarra ki kell bérelni, ezt nem adják ide, nem lehet megvásárolni, aztán tulajdonképpen van 1, 2, 3, 4, 5 információ, amit egyszerre kell értelmeznünk, ahogy adott jelhez érünk. Ugye volt szerencsém kipróbálni a KTM-et, és hát nem is tudom, mekkora a területen vagyunk itt, de talán egy fél négyzetkilométer lehet. 3 perc alatt eltévedtem, és nem találtam vissza, úgyhogy ez a tájékozódás azért nem olyan egyszerű, pedig egy jó nagy erdő van mellettünk, ami viszonylag jó referenciapont. Nos, beszéljünk egy picit a motorról. Nem tudom, hogy előtte milyen motorokkal versenyeztél, azokhoz képest mennyire máshogy kell esetleg kezelni, vagy mi az, ami többet tud, vagy máshogyan kell hozzányúlni, máshogy használni. Hát én sima EXC-kkel versenyeztem, enduroztam inkább túlnyomó részben, és endurokhoz hoztam, és mindig is egy vágyam volt egy ilyen dakaros motor, de aztán úgy volt a történet, hogy ugye Emmanuel felhívott telefonon, hogy mivel megyek a Dakaron. Hát nincs még motor, majd szeretnék egy KTM-et. Hát itt az enyém, van egy verseny benne, megnyertem a Dakart vele, jó karban, elmentünk, kipróbáltuk, nagyon jó volt. Először megláttam a motort, át egy bakon, mellé álltam, és ugye a fejemig ért körül a műszercsoport, mondom, úristen, hát én ezt nem igazán szeretném rá se ülni, nem, hogy megfogni. És abban a pillanatban, hogy lerakták a bakról, ráültem, megtankoltam a motort, és olyan volt, mint egy ilyen kezes bárány, mint hogyha egy ilyen kényelmes mamuszt felvenni otthon, és otthoni cipőbe járkálnál, és minden kézre áll, széles láttartó, ugye a műszerek, hát nehéz kilátni a műszerektől, de egyébként, ha úgy megszokod, akkor már teljesen kézre áll minden. Egyébként ezt én is tanúsítottam, hogy brutálisan jó a motor. Tényleg, hogyha mellé állunk, most beléptem a gödörbe, akkor majdnem a nyakamig ér a műszerfalnak a teteje. Ugye alig ér le róla a lábam. Az ülés az olyan, mintha egy ilyen farönkön ülnék, tehát ilyen brutálisan kemény, nem tudom ezt, hogy bírjátok 2 hétig. Viszont abban a pillanatban, hogy megfogjuk így a markolatot, a féket, a kuplungot, ilyen iszonyatosan jól kézre áll az egész, és baromi könnyű, és nagyon jól lehet vele menni, és ugye amit neked is mondtam, hogy én csak ilyen nagyon kezdő crossos vagy terepes vagyok, de elkezdett húzni neki a gázt, és így kivasalja az utat, és ilyen brutálisan jól lehet vele menni, tehát én nekem nagyon tetszett, úgyhogy... Úgyhogy nagyon, nagyon komoly kis gép. Milyen tempókat mentek már, mint végsebességre, ugye jóval 100 fölött? Igen, hát a motor ez képes, nagyobb versenyzők meg tudják ülni ilyen 180 körül is. Az én top sebességem a 172 volt most ezen Olibia rallin. Hát ott már nagyon gyorsan történnek a dolgok. Tehát ilyen 500 méterenként van általában jelek beírva az itinerbe. 150-nél már úgy idős sincs feldolgozni, hogy hol jártál. Hát és ő nem szereti ezt a 60-70-es tempót, ott kimondottan rosszul érzi magát, de amikor ilyen 100-120-as tempó fölé érkezel, akkor kitisztul benne minden, és akkor így mint szinte él.
köszönjük szépen még egyszer a lehetőséget. Én is személyesen köszönöm neked, hogy kipróbáltam a motorodat. Erre a versenyzők azért eléggé érzékenyek, hogy a versenymotor nem szívesen adják oda másnak. Úgyhogy nagyon örültem a lehetőségnek, és hát nagyon sok sikert kívánunk neked a Dakarhoz, illetve a felkészüléshez. Támogatóink a BMW, a Kawasaki és a Yamaha. Az onboard kamerákat a My Action Cam biztosítja. A ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Média partnereink a Motorrevue magazin, a motorinfo.hu, valamint a MotorAge magazin.